véget ér a limuzin szocializmus korszaka, mert luxus kormányzás helyett valóban az emberek számára fontos döntéseket hozó, a puritán elveket szem előtt tartó kormányzásra van szükség, és limuzin szocialisták helyett felelős döntéshozók kellenek a parlamentbe is és a kormányba is. Helikopterrel ment haza Rogán Antal és felesége a színész műsorvezető Szabó Zsófia esküvőjéről szombaton, írja a Bors és a Népszabadság. A lapok szerint a NASZ népből többen is láttak egy helikoptert a lakodalom közelében. A helikoptert üzemeltető cég vezetője elismerte, hogy velük utazott a miniszter és felesége. Azt mondta, szívességből ajánlotta fel, hogy hazahozza a családot, de ez nem a miniszternek szólt, hanem Rogán Cecíliának. Az ellenzék szerint Rogán Antal ulizált. Ezek a fotók a budaörsi repülőtéren készültek. Rogán Antal és felesége ekkor biztosan helikopteren utaztak. Rogán Antal először azt mondta a NOL.hu-nak, hogy összetévesztették valakivel. A lap megkereste a helikopter üzemeltetőjét, aki azt mondta, szívességből ajánlotta fel, hogy hazahozza a családot. De ez nem a miniszternek szólt, hanem Rogán Cecíliának. Rogán Antal még 2006-ban egyszerűen csak helikopterügyi miniszternek hívta Kóka Jánost, és azt követelte, hogy adja oda a helikopterét az országos mentőszolgálatnak. Én látok a között különbséget, hogy valakinek helikoptere van, mint hogy helikopteren utazik. Ezt már a Fidesz frakció vezetője mondta. Kósa Lajos személyes példát is hozott, hogy érzékeltesse a különbséget. Teljesen elérhető áron, egy családi nyaralás alkalmával egy 10 perces helikopter sétarepülést tettünk, mindenki számára elérhető egyébként, de én megvallom őszintén, de nincsen helikopterem. Rogán Antalnak sincs, tehát a kettőt ne keverj össze. Kóka azt mondta, hogy neki van, Rogán Antalnak szerintem nincsen, de nem tudom, kérdezze meg tőle. Kósa Lajos azt is mondta, ez az út nem Rogán Antal közéleti tevékenységéhez kapcsolódik, ezért bővebben nem akarja kommentálni az ügyet. Mikor mond le Rogán Antal? Mit tudom én? Fogalmam sincs, nem vagyok helikopter szakértő. Ebbe bele kell állni. Lebukott. Ez történt Rogán Antal propagandaminiszterrel, aki nemhogy helikopterrel ment Kisrofó koncertre, de még le is tagadta ezt. Ezt a Népszabadság írta meg, amikor még volt Népszabadság, megkérdeztük a pártársait, hogy mit szólnak ehhez. Nem tudom, mi hogy történt, nem voltam ott, Rogán Antaltól kell ezt megkérdezni. Önök ugye még együtt tolták a Fidelitásban, luxus kormányoztak, ahogy csak bírták a szocialistákkal szembenhez képest, hogy Rogán Antal már a helikopterrel jár Kisgrafó koncertre. Mi történt közben? Nem egy esküvő volt ez? Én ezt olvastam Népszabadságban. A lényeg nem ezen volt. Őt kell megkérdezni erről az egész dologról, még egyszer mondom, lehetett olvasni ezt is, lehetett olvasni azt is, én nem tudom pontosan, mi a valóság ez ügyben, ezért nem is tudom így ebből a formában megítélni. Ez szerintem egy politikus számára fontos az, hogy olyan kérdésekben, ami a sajtót érdekelheti, a sajtó nyilvánossága elé álljon és véleményt formáljon, az pedig minden politikusnak a maga döntés, hogy mit tart ebbe a kategóriába élőnek. Egy miniszternek pedig van olyan politikai felelősség és van olyan politikai tudás, hogy tudja mérlegelni azt, hogy milyen döntésnek milyen következményei kell legyenek. Ön annak a kormánynak tagja, amelyiknek a propagandaminisztere hazudott és lebukott a sajtó előtt. Ennek a kormány, ebben a kormányban milyen következményei vannak ennek? Nézzen, erről azt kell megkérdezni, aki a kormány összetételére döntési jogkörrel rendelkezik, mint ön felkészült ember bizonyára tudja, hogy ez a magyar miniszterelnök. Tehát egyre úgy látjuk, hogy ennek semmilyen következménye nincs. Nem én vagyok a magyar miniszterelnök. Fogalmam sincs, nem vagyok helikopter szakértő, most is csak azt tudom mondani. Nem helikopter nem szakértő, viszont politikus, és ugye ennek vannak következménye egy politikus esetében, ha nem mond igazat, és ezzel lebukik. Hát, hogy most ő igazat mondott, vagy nem mondott igazat, azt vele kell tisztázni, nem lehet. Ez tisztázva van, hiszen azt mondta, hogy nem történt ilyen, és egy fénykép is előkerült arról, hogy megtörtént, hogy helikopterrel utazott. Nem tudom, erről nem tudok sajnos nyilatkozni, mondom, erről csak ő tud nyilatkozni. Annyira személyes az ügy, hogy abszolút nem rám tartozik. Csak onnan bejebb már nem tudunk, és szeretnénk kérdezni öntől. Nem viccelünk, csak ott már van a szóvivő, tehát ennek ez a feladata, hogy válaszoljon erre a dologra, és ott benne nem fogunk tudni válaszolni. Mit gondol Rogán Antal a helikopter ügyéről? Csak innen már tényleg nem mehetünk be, hogy kérem, hogy a szóvivői feladatait lássa el. Én nem szoktam egyáltalán kommentálni a politikus társadalmak a teljesen magán útját, időtöltését, stb. Azt gondolom, hogy a magánszféra attól magánszféra, mert magánszféra. Tehát biztos érti. A frakcióvezetőnek ebben igaza van. A magánszféra az magánszféra. És tudják mi ez? Ez pedig a Rogánszféra.
Nem vájkálunk benne, nem, én nem szeretem a kommunikációnak ezt az útját, hogy ha van valaki celeb, vagy politikus, vagy híresség, akkor feltétlenül a legkülönbözőbb ügyekben vájkálnak a híres nyilvánosság előtt ebben. Én őszintén szóval egyik esetben sem szeretem. Kimondhatjuk, hogy a Fideszben nem lesz ennek semmilyen következménye, hogy Rogán Antal mondott valamit a sajtónak, és erről kiderült, hogy nem igaz, ez önök részéről akkor rendben van, mert magánügyről van szó. Én azt gondolom, hogy erről nem kell egyáltalán nyilatkozatot tartani, és azt ebbe bele kell állni egyébként abban az értelemben, hogy a magánszféra én el szeretném tartani magam a későbbiekben is. Jó napot kívánok! Mikor mond le Rogán Antal? Mit tudom én? Nem tudja. Miből gondolja, hogy lemond? Én szerintem nem mond le, csak akár felmerülhet ez a kérdés, miután lebukott ugye azzal, hogy nem mondott igazat a helikopter útjáról. Kérdezze meg tőle, nem tudom. Most nincs itt ön politikusról, politikusként mit gondol erről, hogy egy politikus lebukik egy ilyen hazugsággal? Ha én lebukok, akkor megmondom, hogy mit gondolok. Mégiscsak egy pártszövetségben vannak, közös politikai ügyeik vannak. Így van. Nem érzem magam felhatalmazva, hogy Rogán Antal nevében bármit nyilatkozik. Nem is, az ön nevében szeretnénk egy nyilatkozatot kérni, hogy mit gondol erről. Nem egy komoly kérdés. Minden lenne komoly kérdés, egy miniszter lebukik egy hazugsággal. Nem komoly kérdés, barátom. Én azt javaslom önöknek még egyszer, hogy keressék ez ügyben Rogán Antal. Igyekszünk, köszönjük szépen. Hol lehet őt egyébként elérni, ha már így most már sokat szóra halljuk ezt a választ? Hát azt gondolom, hogy az országgyűlésben. Talán. Évek óta járunk ide, és Rogán Antalt valahogy mindig olyan úton jön be, ahol nem lehet a sajtó által kijelölt területen elérni. Na ezt viszont akkor én is meg fogom tőle kérdezni, hogy melyik ez az út. Köszönjük szépen. További szépen. És a végére az új kedvenc viccünk. Gyergy, ott a Rogán! Hol? Hát mindenki felmegy szavazni, és akkor nem mer szavazni, és akkor nem fognak ide bekerülni a migránsok, mert semmi keresni valójuk sincsen itt. Nem vagy ott kamerával, totál védtelenek vagyunk.